legfiatalabb hagyományőrzők műsorával indult a nagykállóharangodi értéktalálkozó. A kicsik első fellépése volt ez a mostani. Az egykori szabolcsi megyeszékhely ma a délnyírség nagymúltú járási központja. Szellemi és kulturális értékekben, hagyományokban igen gazdag település. A világhírű Kálai kettős otthonában napjainkban is nagy hagyománya van a néptáncnak. Tavaly újra kezdtük a Kálai kettőst helyi oktatókkal, saját táncteremmel, úgyhogy bízom benne, hogy sikeres lesz, és eljutunk odáig, hogy méltó híres vagy régi nagy nevéhez, úgyhogy bízom benne, hogy eljutunk oda, és egy remek keretet ad ez a program ennek, hogy ma itt felléphet a gyerekek. Egyébként is terveink között szerepel az, hogy a régi néptáncfesztivált ugye felélesztjük. A megnyitón elhangzott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a területfejlesztési operatív programból nyert forrást a helyi értékek színvonalas bemutatására, erősítve ezzel a helyi identitástudatot, a helyi közösségeket. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, fontos, hogy az infrastrukturális fejlesztések összhangban legyenek a közösségek erősítését célzó programokkal. Harangod egy csodálatos természeti környezet, jó lenne, hogyha minél többen felfedeznék, és igyekszünk is megtenni mindent azért, hogy ez így is legyen. Ugye a tó nem sokára, remélhetőleg a rehabilitációja után újra megtelik vízzel. Egy olyan kerékpáros élményparkot tervezünk itt ugyancsak topos forrásból, amely miatt érdemes lesz innen megye távolabbi pontjairól, de Nyíregyházáról is ellátogatni ebbe a csodálatos természeti környezetbe. A megnyitón Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a hagyományok ápolásában Nagykáló kiváló példát mutat a következő generációknak. Fontosnak tartjuk a hagyomány ápolását már csak olyan tekintetben is, mert hogy Nagykálóban most az egyik legfontosabb, mondhatnám, hogy a legfontosabb projekt az a Kálai kettős rendezvényház megvalósítása, és ezt a nevet tudatosan adtuk a rendezvényháznak. Ezzel szerettük volna, hogyha tudatosul mindannyiunkban az, hogy a Kállai kettős az pótolhatatlan érték a térségben és itt Nagykállóban is, és szerettünk volna emléket állítani a Kállai kettős motívumainak ezzel a névadással is. Nagykáló 1971 óta két évente adott otthont a Kálai Kettős Néptáncfesztiválnak. A település másik országos hírű hagyományőrző rendezvénye a Harangodi Téka Népművészeti Tábor, amely több mint 30 éves múltra tekint vissza.